egészet, azt tudom mondani, hogy a rezonanciagyógyulása, két évvel ezelőtt történt, sajnos nem tudom visszaidézni mindenféle minden esemény, még akkor sem, hogyha ilyen borderei volt. Nyilván az eseményeknek a jellege, rám legalábbis, hogy nyilván a televízió közvetítés az olyan hatást látott, hogy nem feltétlenül tudtam mindenre figyelni, hiszen azt látta a televízió, hogy ezen belül történt. Tehát nem tudtam, hogy szinte minden, nem tudott figyelni, hogy nem tudtam minden megjegyezni, hogy mit beszéltél, tehát nyilván, hogy a miniszter úr beszélt, hogy itt el az unnan, ha beszélt valakivel, akkor én csak azt hallottam, amit a miniszter úr mondott, de azt szeretném megmondani, hogy én szinte teljes este során a sajtó képviselői hívták meg folyamatosan szólt a telefon, és nem hogy beszélt valakivel a miniszter úr szinte megszakításnak. Tehát sajnos nincs meg nekem, hogy még időpontban konkrétan kihívtam a miniszterelnök úr, emlékszem, ezt hogy értem fel, de egyébként. Amikor a miniszterelnök úr telefonált, akkor milyen eseményeket zajlottak? Mikor láthatod a televízióban? Őszintén nem mondom, nem tudok választani, nem tudom, hogy pontosan mi volt itt a miniszterelnök és akkor éppen milyen esemény zajlott. Nem tudom felidézni olyan részletességgel a történeseket, tehát a televízió eseményét, hogy őszintén kapcsolom. Egyébként a képeken látottakat egymás között megbeszélték? Volt valamiféle magyarázat a választók akár a miniszter részéről? Konkrét értékelésben nem bocsánkoztunk, tehát mondom, az ember nyilván én a magam részéről már ilyen tenézte az eseményeket. Tehát nyilván a magunk is ad az emberre, de konkrét szakmai értékelést én nem tudtam adni, hiszen nem volt szakember, én a rendészeti vonalkozó szakmához nem értek, tehát nem tudtam megítélni, hogy ott mi elég, esetleg van szükség. Hát akkor laikusként, nem feltétlenül szakemberként, hanem laikusként, amit lehet látni a képeken. Igen, hát nem tudok különösen mondani erre, hogy az, amit más ember is mondani, hogy megvan előtte, és akkor ennek hallottam, hogy mi lehet végig, hova vezetett ez. És akkor a tervételi miniszter úr ezeket a képeket látva, akkor úgy csendben nem volt, nem volt semmi intézkedési helyzet. A miniszter úr, ugye én a miniszterelnök úrral nem tudom, hogy mi beszélt, de beszélt, tehát valami biztos, hogy történt a kormány részéről, valami megbeszélés nyilván folyt, hiszen a kormány felügyelje a rendőrséget, tehát nyilván ezt a feladatkörülő is tartozott, egyébként tényleg azt tudom mondani, hogy folyamatosan a média képviselői fogták azt, mint az egyik vonalat végig. Tehát a legkisebb sajtóról, kormányoktól, legnagyobb, akik folyamatosan keresték. Tehát ezt nyilván csak ebben a helyzetben most elsődlegesen a sajtóról nem lényegesen, hogy velük kommunikáljuk, és akkor a rendőri vezetőkkel kapcsolatban meg nem lényeg. Ezt nem tudom megmondani, hogy a rendőri vezetőkkel kapcsolatban lényeg, de vagy nem tudom sajnosan. A sajtó az megmaradt benne, az azon a markánsan nem volt, és a sajtó kerestem Instagram. Tehát nem lehet minden számfelet használhoztak volna. Tilkúr, emlékszik-e olyan kijelentését, amit a miniszter mondott volna, hogy nem azt látom a képeken, amit nekem jelentenek? Ilyen nem emlékszem. Említette, hogy háttelefon volt? Összesen az képesek. Nem tudom. Már úgy értve, hogy darabszámra. Darabszámra. A miniszter úr szolgálta a telefonja, illetve az én jelen volt, illetve nekem volt egy saját privát telefonom, ami nem játszott szerepet ebben, hiszen annak a számára nem volt gyanús. Értem. Tehát akkor kettő telefon. Gyakorlatilag egy telefon. Ezek végig be voltak kapcsolva? Ezek végig be voltak kapcsolva, töltő volt mind a kettő, hiszen nem értek a nyelvi felelőst. Tehát be voltak kapcsolva. Szeptember 19-én 2006-ban van-e valami tudomása, hogy Petrétei miniszter úr a miniszterelnökre járt volna? Úgy emlékszem, hogy aznap hajnalban ajánlotta fel a rendelkezésre a miniszterelnök úrnak, hogy akkor az egy televízió adásban is elhangzott, hogy bár tudja ajánlani a rendelkezésre. Ezt követően a miniszterelnök úr személyesen beszélte, azt nem tudom megmondani, de véletlenül Egyébként a bevonásán miért ajánlotta fel a miniszter úr? Miniszter úr, az, ami
házassonából, ugye nyilván azt mondta, hogy ezt valamilyen módon kezelnie kell a rendőrségnek, ezt nem tudom, hogy szakmailag hogy kell elkezdeni, ez már rendőrszakmai kérdés. A többi gyülekezéstől pedig ugye az volt a fő kérdés, hogy ugye a Kossuth tér előtt egy gyülekezés az hogyan kezelni, hogy lehet, hogy gyülekezetek, hogy ezek a kérdések nem jöttek fel, a miniszter, hogy konkrétan is mondja el, hogy mi volt, valamilyen nincs a tanása. Hát nem beszéltek egymás között? Nem kell, hogy nem beszéltünk minden szakmainkről, mint nekem, azt mondom, hogy a miniszteri tanácsadóként, és azt mondom, hogy a feladatra,
viszik. A speciál a 2006. szeptemberi eseményekkel kapcsolatban kérdezte őt a Fügyész úr, akkor pedig sajnálatos módon gyakorlatilag semmire nem tényezett. Ennek pedig mi az oka? Holott ahogy ő fogalmazott, ilyen esemény magyar történelemben még nem volt. Csak megjegyzem, hogy volt, mert 1956-ban is megtámadta rendőri egységeket, meg közintézményeket is, de én mondjuk már egy kicsit idősebb is vagyok, mint ő, tehát én emlékeztetek rá. Tehát akkor visszatérve, hogy ennek mi az oka. Ezzel is segítve miniszter úr döntését. Ehhez képest
nem követ hazudtok. Azt is érdekel megmondani, hogyha a miniszterelnök úgy esetleg külföldön lett volna, és mondjuk szeptember 18-án várják, hogy hazaérkezik, és zajlik a Kossuth téren egy olyan tüntetés sorozat, amit a rendőrségnek biztosítani kell. Annak a rendőrségnek, amelyet az igazsági és természeti miniszter felügyel, nem irányítjuk el, ahogy ő mondta. Igen. És a miniszter úr már szeptember 17-én szükségét érzi, hogy Bécsről hajléktalanul felutazzon a Budapestre és kimenjen a Kossuth térre. Ennek ellenére, és mondjuk 18-án este várják, ennek ellenére mégis nem várja meg a főnökét, hanem fogja magát, miközben
miniszter úr. Azt szeretném megkérdezni, hogy 2006. szeptember 17-én, amikor otthonából, Baranyából elindult Budapestre, kivel utazott? Azt hiszem, hogy egyedül utaztam el, hiszen a vásárról a tartóval, a sokasokat és a biztonságban. Igen, tehát volt olyan alkalom, hogy a miniszter elnök elkezdett volna be
Tette ön olyan kijelentést, hogy tevékben látta a képek alapján, nem azt látta, amit ön megjelentett. Ez most én kérdezem, hogy emlékezetet szerint tette olyan kijelentést a tévében látott képek alapján, hogy nem azt látta, amit megjelentett. Az esemény során az
Szabadság ez is eredeti, megértette. Igen. Jó.
köszönöm szépen. Miniszter urat kérném. Tehát azt nem tartom, hogy zárt a titkárságon belül kapcsolódik a televízió, az biztos, hogy
minisztérium nem létező álláspontjáról beszélt a tanulmányozásával. Ha nem volt a minisztériumnak álláspontja, ahogy ő mondja. Beszélt arról is, hogy nem azt látja a miniszterelnök,